Veszélyben a ma 40-es éveiben járó korosztály időskori megélhetése Magyarországon. A nyugdíjat az állami költségvetés fizeti, de már most jóval többet kell költenie, mint amennyit erre a célra az aktív dolgozók adóként befizetnek. A helyzet pedig csak romlani fog, a gond a társadalom öregedése. 2010-ben még 6,3 millió munkaképes korú magyarra 2 millió idős ember jutott. 2060-ra 4,2 millió munkaképes korú mellett várhatóan 2,6 millió idős ember lesz. A Magyar Nemzeti Bank szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer csak 2035-ig fenntartható. Még úgy is, hogy a nyugdíjkorhatár 2022-re 65 évre emelkedik, és a nyugdíjasok idén már járulékmentesen a munkáltató számára is kedvező feltételekkel dolgozhatnak. Egy tavalyi adat szerint még az Európai Unióban az idősek 20%-a vállal munkát, addig Magyarországon ez az arány csak 3%. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a dolgozó idősek többsége feketén vállal munkát, ők nincsenek benne a statisztikában. A kedvező foglalkoztatás hatásai pedig még nem látszanak. De más okok is állhatnak a munkavállalási hajlandóság elmaradása mögött. Az egészségi állapota is az embereknek romlik, és nagyon sok nyugdíjas, aki egyébként szeretne dolgozni, azért nem tud dolgozni, mert hogy az egészségi állapota ezt nem engedi meg. És természetesen a nyugdíjasok egy jó része meg alig várta már, hogy nyugdíjba menjen, hogy az unokákkal foglalkozhasson, vagy otthon a eddig el nem végzett dolgait otthon meg tudja csinálni. Persze nagyon sokszor ilyenkor ez pár évig kitart, aztán már nagyon szeretnének mást is újra csinálni. A szakértő hozzátette, a ma 50-55 évesek és a náluk fiatalabbak esetében az öngondoskodásnak is jelentős szerepe lehet. Nem kell megijedni ettől az öngondoskodás szótól, itt nem óriási összegek félretételéről van szó, hanem általában a családi kiadások körülbelül 8-10%-ával egyenértékű megtakarítással nagyon komoly saját nyugdíjtőkét lehet fölhalmozni. Három nyugdíj előtakarékossági formát az állam adójóváírással is támogat. A kormány emellett tavaly bejelentette a nyugdíjkötvény bevezetését, amely várhatóan egy a piaci szint felett kamatozó speciális államkötvényt takar majd.